Köszöntünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk, ez az igazi nagy belépés, kérem szépen. Folytatódik az EULCS 8. hetének második napja, ahol is a Splice, illetve az H2K közötti széria zajlik ezerrel. Az első meccset el tudta hozni az H2K, meglehetősen magabiztos teljesítménnyel, viszont itt a lehetőség a revansra a Splice oldaláról. Mellettem a Buci, a szakkommentátor társam, jogam pedig Thanatos vagyok, aki nehezen tud beszélni, de jön is a tiltási és választási fázis. Szervusz, nehezen beszélő Thanatos, ha lehet ezt így mondani. 1-0-ra vezet ugye az H2K, és az a félelmetes helyzet, hogy ugye az H2K jobban szereti a kék oldalt. Több győzelme van kék oldalról. Viszont a Splice-nak pedig sokkal jobban működik a piros oldal, pont nagyjából az ellenválasztások miatt. Ugyanis az egész csapat, Wunder, Senkax, abszolút alkalmas, most hogyha egy két szóló ösvényt nézek, alkalmas arra, hogy igenis tudjon ellen választani az adott csapat felállás ellen, vagy esetleg hős ellen. És rögtön egyébként egy Kalista Rakan párost ki is tilt az H2K, tehát érzi az erőt is, érzi a lehetőséget Kobi Miki párosában, hogy ezt elvegyék. No, de kérdés, hogy mi lesz a harmadik tiltás? Így van, ugye alapvetően az, hogy melyik oldalon kedvelnek játszani a csapatok, ugye több hétnyi statisztikából jön össze. Ez azért gyakran változhat végül is. Amikor elkezdtük a nyári évadot, akkor még bőven nem ennél a patchnél jártunk. Azóta változtak a dolgok. Lehet, hogy néha jobban tudnak adaptálódni egyik oldalhoz, mint a másikhoz. És minden egyes új patchnél, nem csak a pályán való elhelyezkedés, de a tiltási és választási kör szempontjából is fontosabb lehet egy-egy oldal. Viszont Cho'Gath, hát igen, ugye ez az a hős, ez tudod melyik hős, Buci? Na melyik? Hát te mondod ki. Én ezt nem biztos nem. Jó, rendben. Na hát már Cho'Gath beszéltünk erről a hősről, ez biztos, viszont akkor most, hogyha a tiltó listám a LeBlanc-kal együtt, akkor inkább legyen a Caitlyn választás az H2K oldalon. És jöhet a Sub-Zero komp, abszolút. Vagy azt mondani, hogy Maokai-t hozzuk el. Láttuk azt, hogy Maokai mekkora területet képes zónázni a természet erejével. Az ultia hihetetlenül nem csak arra jó, hogy kezdeményezem, sőt, igazából a lassúsága miatt nem feltétlen kezdeményezésre jó, hanem inkább zónázásra, inkább megakadályozásra, inkább egy olyan disengage-re, hogy jönné az H2K, de azt mondja, hogy cicák, induljatok, és egyszerűen az a cica hadsereg, ami kijön Maokai-ból, az hát legyökerező, maradjunk annyiban. Igen, szó szerint. Ez csak azt, de egyébként téged is legyökerező szerintem, hogyha én rád öntenék egy ilyen dobozni kismacskát. Tehát, hogy és azok így, és így ott maradnak, igen, az biztos, hogy nehéz lenne utána engem mozgásra bírni. Igen. Illetve még hozzátenném, hogy pont a lassúsága miatt lehet egy nagyon jó fegyver szerintem, hiszen ugye ha akarod, hanem észre fogod venni, hogy jön, és reagálni akarsz rá. Tehát, hogy egyfajta ilyen nagyon nagymértékű tudatosságot igényel a részedről, hogy mondjuk azt mondtad, hogy hiába jönnek a cicák, én mondjuk azt letoljom, és így megyünk tovább, stb., és nem azzal foglalkozok, hogy jaj, menekülés, meg egyebek. Úgyhogy abszolút van egy jó pszichológiai hadviselés is azokban a macskákban, miközben Galio jön Senkax kezébe. Hát vagy Wunderhez. Hát, vagy pedig így van. Én azt mondom, hogy Senkaxhoz jön, aztán majd maximum hát meghazudtolnak a Splice-osok. Viszont kétségtelen, hogy a középső ösvényen Orianna lesz Febiven kezében. Míg Jankoshoz érkezhet akár az a Gragas, de... Odaenne is sokat játszott Gragasszal, tehát így van. Ő is egy kedvelt választásának mondhatja a pocakos barátot. Tehát az biztos, hogy a csapat kompozícióban már benne van. Bőven. Mind a két oldalon. És az a jó, mármint annak örülök, hogy a Splice-nál most ott van az, hogy van három tankja. Már most a csapatnak. Tehát igazából most már a sebzés osztókat kell kiválasztani. Majd természetesen az utolsó kettő választás jogaként. Nem tudja az H2K sem, illetve Proli sem eldönteni, hogy az a Galio most hova is fog érkezni. Pont ezért érkezik a Camille tiltás Wunder ellen. Hát az előző meccsen nem mondanám, hogy olyan húdesokat tett volna hozzá Camille a játékhoz, de egyrészt a saját ösvényét pikpakkel vesztette, mind hátrányban volt farmokban, mind pedig utána majd tornyokban. Egyszerűen nem nagyon tudott mit csinálni, volt egy ultia, hogy megölje Chait, köszi.
Hát, sőt, kétszer ölte meg Chet ultival, tehát így, amikor már így kvázi full felesleges lett volna Thrasher ráultizni, de közben Tristan át, ez azért egy lövésztilt, az éjstükéj érthető okokból. Jó a Tristan a Braum komb. Abszolút, abszolút, hihetetlen. Kellemes. Szerintem most erősebb egyébként, mint a Lucian Braum. Uh-huh. Mert jó a Lucian Braum a passzív miatt, ugye mindig ezt hoztuk. Viszont a Tristan a Braum egyrészt kevés, másrészt a Tristan a Braum azért sokkal jobb szerintem, mert Tristan tud kezdeményezni a rakétaugrással, mert ahogy ugrik rakétát, úgy rúgtön le is követi a Braum. Így van, láttuk ezt a kombót, és ez nagyon jól tud működni, jó szinergia. Viszont ehelyett ugye jön egy Kog'Maw, aki a tank pusztító kategóriába tartozik jelen pillanatban, ahogyan ezt a külföldi kollégák is kiemelték még az első mérkőzés előtt. És emiatt az H2K nem is fog több tankot beválasztani magának jó esetben, ha csak nem jön egy másik tanktörő, Trando, hiszen a Splice-nál már van 3 darab ebből a típusú hősből. Kellene ez a Trandovicen kívül. Nagyon örülnék a Leonának, de attól függetlenül Trandolt jogosabb választásnak gondolnám. Vagy esetleg egy Tarikot, ami Trandol marad. Nem, Trandol abszolút. Ezt tudjuk miért. Végső képesség, és amikor a troll király megy előre a végső képességével, akkor egy tank biztosan nem lesz többé tank. Így van. És azért ne felejtsük el a CC-t sem, mármint a jégoszlopnak köszönhetően. És harapdálhat mindent, ami elé kerül. Bármit megharap, bármit. Elidobnak valamit, rögtön ráharap. Vigyázz a Trandol harap, ezt a feliratot ki kell tenni. Igen, kéne. Tényleg az milyen vicces kis izé lenne, hogy harapós Trandol. Tehát. Igen. Harapós a Trandol, ugye? Harapós a Trandol, igen. Miközben Skál! Igen, a felső ösvényre kérem szépen. Kleddel a hátán. Ahogyan azt már megszokhattuk, bár igazán nem mondom, hogy megszokhattunk, mert Skarl azért sokat rohangál egyedül is. Igen. Úgyhogy, de mindegy, most együtt érkeznek biztosan oda. És véget ért, hölgyeim és uraim, a tiltási és választási fázis. Mind a két oldalról most már a csapat kompozíció az adott. Amúgy megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy elérhető volt Gnár. És ezért nagyon kíváncsi voltam, nagyon szép egyébként. Nem mi voltunk ez, csak gondoltam szólok, hogy nem mi voltunk ez, de jó? De direkt én mindig ilyeneket csinálok, vágod, ilyen távolról, ilyen telepatikus módon küldök egy üzenetet a berlini embereknek, hogy gyerekek, valamit csináljátok, köszi, nem, de hogy is. Szóval arra voltam nagyon kíváncsi, hogy most akkor mi is lesz majd a Splice-nek a csapatkompja. Meglehetősen úgymond kevés varázssebzéssel rendelkeznek. Rendelkeznek, azért ott van Kog'Maw, de maradjunk annyiba, hogy kevés a varázssebzés. Mm-hmm. Persze lesz majd Senkexnál is Gallióval, nem mondom, hogy de ő sem inkább az a igazi rád robbantom a varázssebzést. Másik oldalon meg igazából Caitlynbe bízhatnak majd fizikai sebzés terén. Oh, abszolút. Szóval kicsit oda-vissza dobálják a srácok a sebzés kiosztásnak a mienségét. De hogyha most így a Wunder a felsősvények ledet választott, majd hogy nem jöhetett volna akár Gnárral is. Nagyon kíváncsi leszek megint csak, hogy Oda M4, illetve Wunder, hogy játsszák meg a felsősvényt. Egy-egy jó medve csapda azért piszkálódásra nem rossz, de ott van rá az elektroszigony, tehát... Uh-huh. Wow, figyelj, milyen király kis Trundle hűs kinézet. És nagyon jó, és már Kobe bajba is kerülhet. A villanását talán nem fogja elhasználni, hiszen annyi sebzés nincs. Oh. Jó, édes volt. De mindenképpen haza kell mennie azért egy ilyen kezdeményezés követően. Tudj, Chainnek ott van ugye a jégoszlopa, amivel egy ennyire immobilis hőst, mint Trundle, akiből egy hasonlót most kaptunk is a stúdióban, hogyha jól hallottam. Igen, valami besétált, de egy ilyen kis troll is. De nem baj, mert mi lenne baj? Minden esetre Csének ott van ez a jégoszlopa, amivel például azt a Kog'Maw-t külön lehet hát szivatni, ugye neki az immobilitása úgymond világhírű. Égetés pedig Chainnél ez megint csak egy jó szituáció, főleg, hogyha azt nézzük, hogy
trashy, meg lehetősen sok életerőt tud visszatölteni magának Maokája. Egy aranyos Senkax megérkezik, és el is vitt azonnal öt darab csirkét. Hol a szinted, Jankosz, ugye? Ez sajnos nehezebben fog így most menni, és mindjárt meg is lesz amúgy a kettes szint Senkaxnak. Ez egy jó kezdés, azonnal. Hihetetlenül jó játék volt ez most. Ez pont egyébként egy Gálióval meg is lehet tenni, de nagyon-nagyon-nagyon jó időben ért oda, Jankosznak pedig így. Sújtása azért van, úgyhogy túléli, de még első szintű. Csak ezt akarom mondani, hogy így nagyon le fog maradni, vagy legalábbis az első pár percben mindenképpen hátrányba lesz. Ellencsugrázésről nem is álmodhat. Nem nagyon, és ezt valahol ki kéne használni a Trashinek. Csét, így van, még ott a plusz kábítás és sebzés, miközben a nuklír életereje is csökken. Azért a bio ágyúval Kobi fölveheti a versenyt még Caitlynnel is. Csak hát mi van akkor, ha a képesség lejár? Ezt nem fog kiderülni, úgy néz ki, Kobi csak Chait fókuszálja. Mikinek a kifárasztása most megy ki nuklír le. Kobi még egyelőre, még Chait is tudja fókuszálni. Kimegy a gyógyítás, nuklír visszaválaszol Kobinak, mi megvan a gyógyítása. Miki gyönyörű szépen áll végig Kobi előtt, amikor csak lehet, ha más nem legalább zavarjon. Szép akció az alsó ösvényen, kiment nuklírnak a gyógyítás, ez nagyon jó lehet Trashinek rajtaütéseknél, aki most Jankosszal találkozhat. Kell is egyébként oda ki egy őrszem gyorsan, hogy Trashi merre szeretne mozogni. Mit csináltam úgy, Trashi? Kérdezhetnénk ezt. Mármint? Hiszen ugyanúgy 6-6 szörnyet hoztak el, és így szépen ő a sutyerákkal és az ellenfél követésével foglalkozott. Miközben jön a jégoszlop, itt egy izgalmas alsósvényünk lesz, már látjuk. Ez egy jégpiramis igazából, ha lehet ezt így mondani. Hogy ne lehetne? Hogy ritkán szokták ezt a hőskinézetet ugye hozni. De jó néz ki. Vagány. Vagász pontosan. Ettől függetlenül, hogy nagyon szépen kezdett a Splice, mármint az alsó ösvény ezt a kis csatát, nuklír az, aki folyamatosan tudja tartani a farm előnyt. Senkax pedig egyszerűen mindig ott hagyja az ösvényét, meg is teheti, hihetetlenül nagy előnyre tett szert, úgyhogy egyébként ugye teleporttal jött ki, azt sem szabad elfelejteni, kettő teleport a Splice-nál, illetve természetesen majd a középső ösvényről érkező hősi belépő, ami már akár egy első szinti ultival is egy kicsi elmozdulást igényel ugyan, de könnyedén lehet érkezni a szélső ösvényekre is. Így van, így van. Tehát nem olyan, amikor a felső ösvényről kell valahol majd így pozícionálni, hogy nagy nehezen legyen már olyan távolságom, hogy megvan a lehetőség, és Trashi egyébként Bami parazsát vásárolt, ő gyorsabban szeretné a dzsungelt szörnyeket most takarítani. És Jankosszal találkozhat is, aki a Jósmentával könnyedén felfedheti őt. Sújtása mind a kettejüknek van. Trashi nem látszik. Mellé ment a Jósmenta, nem is volt villanás, a sújtás megvan Trashitől. Így Jankosztól ez egy olyan próbálkozás volt, amivel felfedte ugyan Maokájt, de nagyon megbüntetni még nem tudta. Most megy tovább akkor a farkasokhoz? Igen, hát ha valamit most elhozhat bosszúból, el is hoz. Ugye most meg neki volt sújtása, én tehát maradjunk annyiben, hogy egy sújtás ide, egy sújtás oda, az összes dobozt egyébként le is ütötte Jankosz. Szép. Igen, ugye Caitlyn, köszi. Trashi középső ösvény Febivennek van, megtisztulásra ez fontos lehet. Ahogyan Senkaxnak most már manája is, a kezdeményezés nem volt jó, miau, viszont válasz azért még van. Hát ki lehetett megint zónázni legalább Febivent. Mondjuk 10-nél sokkal több miniont sosem tud felhalmozni magának Senkax. Ez viszont Febivennek a biztos, vagy legalábbis magabiztos játékát mutatja. Szint előnye pedig már nincsen Senkaxnak. 6-os szintű mindkettő hős. Febiven. Ó, szép. Nem rossz, csak hát nem is jó. Nem, szép játék volt így, az Senkaxtól is, meg valamilyen szinten Febiven is lefarmolt egy pár miniont, de hazamegy közben Senkax. El tudja kezdeni építeni majd első tárgyait. Ősi korok katalizátora. Ez egy
hihetetlenül jól működő tárgy, mm-hmm. akár még Gálión is. Szerintem nagyon sok manát szokott áldozni a képesség használatokra, és azok pedig kellenek, főleg az ösvényen. Aha. Felső részén a pályának pedig most nincs annyira lemaradva Wunder, főleg... Ó, de jól érkezik közben Kobira. Szépen Miki, de ebből még baj is lehet, mert Nuclear végig tud lőni. Nem nagyon volt rá megfelelő az ellenválasz. És pedig harapdál, tehát hogy így az a legdurvább, amikor így rámész, nem biztos, hogy ő a legjobb célpont. Kulcsmesterség az ugyanúgy mindkét támogatónál megvan, tehát kis minimális gyógyítás, kis tankosság. Uff. És a dominancia nukleáris. Amit Jankos most nagyon szépen fölvihet akár kettő gyilkossághoz is. Pontosan megvan a robbanékony hordó, cséjék akarnak is érkezni a torony alá, meg is lehet a hatos szín, de vajon kinek? Hát egyelőre semminkinek, se Kobinak. Visszább ment most Gragas, jó, megint az a jégoszlop. Cséd még lőtte a torony, ezért visszább kell vonulni. A Trash is itt van, közben észrevehette Jankost, észre is vette Jankost, aki meg takarítja azonnal az őrszemet. Felvivelnék, szeretnének lopni egy kéket? Ezzel is fogják bugázni, bár itt van Senkax is, aki egy hősies belépővel rendelkezik, és még mindig meg lesz neki egy darabig. Végülis nem Febiven kapja a kéket, hanem inkább Jankos biztosította magának egy sújtással. Ettől függetlenül jó volt a lopás. Hát Wunder egy nagyon szép egyilkosság is lehet belőle. Nem, csak hazamenetel. Illetve minimális farmolás. De ott az előre, főleg, hogy Senkax még jöhet is, hogyha arról van szó, megy tovább, Kred nagyon szépen fut. Odoamné pedig már hetet hét országon is túl. Ahol a Kurta Farkus Senkax túr, igen, ezt lehet mondani, hiszen jött azzal a Gálióval. Én a malacról de... tudok, hogy annak van ilyen kis kunkori. Senkaxiról nem tudok. Hát a Gáliónak, hogyha megnézed, ja, akkor néha eléggé olyan, amilyen, de... Ah, tényleg, hogy vissza! Hát persze, persze, abszolút. Ja, abszolút, te kis hamis bulci, te! Így van. Fiatalság, bolondság. Na de... Fiatalság, bolondság! Igen. És azt tudod, hogy visszavezették a márkát, ja? Igen, visszavezették a márkát. Most vettem 10 000-et, nem kell? Vámpír jogára futott a csupán Kobinak az első hazamenetele után, miközben egyébként Nuclear pedig Kán karddal, illetve tőrökkel ruházta fel saját karakterét. Resi a felső ösvényre érkezne, ugyanis ide jön egy jó kis váltás után, ez egy ilyen jó kis... Ugye háború szele plusz passzív. Uh-huh. És Arvinak akkor jönnek be a tervei, hiszen ha megnézzük, tök jól csináltak egy ilyen jó kis... Igen, mert ugye Arvin azt mondta még annó, mikor itthon volt, fejleszteni hogy... nagyon, de nagyon jó irányba ezt az egészet, csak hogy ne áruljunk el semmilyen üzleti titkot a későbbi tervekről. Igen, igen, csak nem azt mondja, hogy ezeket a 3D-s dolgokat nem feltétlen a játékon belüli visszajátszásra akarná alkalmazni, hanem mondjuk egy esetleges ilyenre. Tehát picibe ott van... Mm-hmm. Jól néz ki. Senkax viszont most nagyban van ott elég, és jó a blokk Jankostól. Még mindig nem tud elmenni, a villanás megvan. Jankostól szintén az első gyilkosság, pedig a 11. percben jön. A középső ösvényen viszont tornyot hoz a splice cserébe fölül, amire fog tudni válaszolni. Nagy valószínűséggel az H2K, még egy minion hullám biztosan kell. Úgyhogy lehet, hogy végül... Nem fog tudni, ideérkezni senki. Így van. Beleharap a toronyba, cséj! Mondja ezt. Mármint a Trundle. Igen. Így szokott tett, hogy meg lehet is, beleharapom. Igen, mondjuk ez nem olyan Trundle, mint a WoW-ban, hogy ilyen kicsit ilyen, mint hogyha valami tudatmódosító szereket szednének azok a trollok. No, de mindegy. Nézzük is, a teleportot tudják büntetni az H2K részéről. Teleporttal jön Senkax, nem talál a feldobása, majd ezt követően jöhet Jankos. Szép az ulti. Majd utána a villanás csere, vagy villanás reakció. Szerintem ez picit későn villant szerintem. Nem feltétlenül élte volna túl akkor sem, hogyha hamarabb villant, csak olyan, mint hogyha kicsit sok sebzést kapott volna. Azért, mert egy 10 másodperccel később villant. Aha. Tehát még kapott Febiventől sebzést. Ezt követően pedig egy
jó kis pezsgős hordó, vagy hát nem tudom, jelenteni, érted azzal a kis... Ha persze, pezsgett ott abban minden amúgy. Hát a vér pezseg ilyenkoztál, főleg, hogy az első gyilkosságot elhozta, és a... Így a van, régi, halad régi. Is, halad is. Az első gyilkosságot az előző meccsen is elhozta az H2K most is. Egyszerűen a Splines-nak a játék korai szakaszát összességében jobban kéne megjátszania. Azért voltak nekik jó próbálkozásai, gondoljunk itt például arra, ahogyan Hunder majdnem megszerezte az első gyilkosságot, csak kicsit talán lassan mert bemenni a torony alá, amúgy egy Rumble-el szemben, akinek kiment a stukkere is. Úgy érzem, egy picit talán kevésbé volt agresszív a Splice így a játék korai szakaszában, kevés hát, vagy próbálkozás. Vagy későn indult el Senkax? Hát Senkax az már egészen közel volt, megjöhetett volna ő ott végig, de belegondolsz, van egy szkárdja Wundernek, így szerintem azt a gyilkosságot azt elhozhatta volna igen. Korábban is. Abszett. Minden esetre már két tornyot elveszítettem, ugye a Splice az alsó sínén is ugye hiányzik. Viszont legalább most van reakció, ha más nem, legalább egy felsősvényes torony tekintetében, miközben egyébként a hírnökért folytatódik a csata. Trashy a szűk területen szintén tud kezdeményezni, jön azonnal a telepont Rumble-től, a cicák már úton vannak, egyelőre érkezik a hőses belépő két emberre, viszont a Stukker jó a zónázása, Senkax és Wunder az első sorban, jó rájuk a vonzás hullám, végül nem más, mint Miki hal meg, ott van egy gyilkosság közben Trandorin és Wundernek, visszajön ez Kahn, visszajön és itt túlélheti oda Amnival szemben, jó a gömb kiugrás a Febiben ellen, Febiben pedig még él, nem, kettős gyilkosság a háború szele. Megcsapta! Húzatot kapott Febiben is, miközben Odoamné még ezt a tornyot lehet meg tudja védeni. Wunder itt van! Hey, és Wunder! Gyilkosságért lejön Skarl és megvan, de puk! A hordó végül belefullad Wunder, ettől még összességében 4 embert hoz el a Splice. Kettőért cserébe, hogyha azt nézzük, hogy Miki ugye fölé lett. Na de nézzük a kezdeményezést. Azt kell, az nagyon érdekes, hogy Jankos meddig, tehát Jankos túlélte a csatát, főleg úgy, hogy itt már jóformán semmi életre nincsen. Teleporttal érkezik ugyan Odoamné, aki rögtön kihasználja a Stukkert, csak nem túlságosan sok ember tud vele sebezni. Szép még a vonzás hullám Febiventől, de nézzük meg, hogy milyen jól tudja majd kikerülni Wunder a következő sebzést. Senkaxra nincsen semmiféle fókusz, így Senkax tudja tartani az első sort, ezt követően pedig a háború szelével, illetve a képesség használatokkal Senkax nagyon jól hozta le ezt a meccset. Odoan ellen mennek, és Wunder nem rosszul számolta ki azt egyébként, hogy ugye nem rá fog menni, tehát azzal, hogy elment Skarl, ugye ő sebezhetetlené vált van egy pillanatot, így a torony agro átment volna, Kobira sét át is ment, csak azzal nem számolt, hogy ilyenkor oda behajít még egy kis hordót. De sajnos, így áll csak barátom, mondta ezt. Jankos, bele is fulladt. Odoamnére a medve csapda, hiába is volt kötélen, végül nem talált rendesen, viszont rálátása ott nincsen, így félhet. Ami biztos, a torony előny továbbra is ott van a Splice-nál, és igyekszik kihasználni a pályára való rálátását amúgy. Igen, az H2K-nél van ott a torony előny, és igyekszik is kihasználni a pályára való rálátását, agresszív őrszemekkel fedezni bizonyos oldalakat, amiket viszont most takarít a Splice, hiszen a csapat küzdelmet követően lehet, hogy egy lendületet vehetnek a kígyók. De nagyon kígyó! Nagyon, nagyon az lehet, ha ki tudják használni ezt az előző csapat küzdelem győzelmet. Egy bajom van az H2K kompozíciójával, hogy ők kezdeményezni alapvetően Jankosszal fognak tudni. Mm-hmm. Amit nagyon szépen le tud követni Febiben, Odoamné, Nuclear és Chey, és Chey utána ott ki tudja osztani a CC-jét, meg valaki tényleg kevésbé tankosítani. Viszont ha ez a kezdeményezés nem talál Jankosztól, akkor viszont már olyan szinten a jégoszlopon kívül ITV-jük se nagyon van. Tehát nem tudják visszaverni sem a Splines kezdeményezését, ami pedig, én úgy gondolom, hogy több lépcsős. Wunder is mehet, Trashy is mehet, Senkax is mehet, Miki is mehet. 4 olyan játékos van a Splice-nál, akik bőven magukra vállalhatják azt a szerepet, hogy igenis ők kezdik meg a csatát. Így van. Ezért például Nuclearnak nagyon szépen ott fel kell építenie a kis kerítését. És nem a hírnökre mozdult ki az a Splice közben, hanem csak takarították a rálátást. Wunder Odoamnét sebzi, de lesz visszavágás. Na meg
hősies belépő is. Berobban Senkax, a Stukker farmolásra megy ki, odannira való rajtaütés így nem nevezhető annyira sikeresnek, de mit mond erre az Stuké? Hát akkor középen nyomjuk előre az ösvényt, mert se Wunder, se Senkax nem tud jönni. Miki észreveszi Jankost, de a torony az végig veszélyben lehet. És azért nem mozdult szerintem rá pont az H2K a Splice-ra, mert mind Wunder, mind Senkax tudott volna jönni, csak teleporttal. Ami hát lehet, hogy lassú, de attól függetlenül pont mögéjük érkezhetett volna, nézd meg ott egy piros őrszem, ahol most Nuclear elhaladt. Sőt, még a saját dzsungelbe is lehetett volna érkezni. Szóval volt olyan pozíciója a Splice-nak, hogyha nagyon akarja, akkor ezt a két teleportot kihasználhatta volna. Miközben, hogyha elhozza a hirdököt a Splice, akkor akár ki is egyenlíthet tornyok. De van vonzás hullám, kérem szépen, amivel lehet szivatni az embereket. Főleg, hogy jön mindenki vonzó az H2K oldaláról. A cicák mennek zónázni, a szem megvan ennek köszönhetően. Kiszedi föl. Miki fölkapta és megy is azon a trashire. Plusz egy ajándék a csomagban a Mikulásnak. Uh-huh. Mondjuk sajnos itt pont ő nem fogja tudni használni a totemét, egészen hamar kell majd megszabadulnia attól a szemtől. Na most ugye ugyanez a szituáció, vagy ugyanez a helyzet egyébként nagyon sokszor, amikor a dzsungelesek viszik el, hogy ők se tudják a lencsét kihasználni addig. Hát valamiért azért egy ilyen mérges. Illetve ugye Mikinek, mivel még csak 800 szintű, ezért neki még nincs fejlesztett lencséje, csak sima. Lehet, hogy meg kéne várni majd a 9-es szintet, kitesszük a hírnököt, majd utána haza a fejlesztés, aztán kircsi-mircsi. Hircsi, igen. Így van. Ugye látjuk a letaszított király kardját, életödőnő csizmáját Cobin, továbbra is a támadási sebességgel szeretne operálni. A Kog'Maw, ezen nem lepődünk meg. Tana, én mondtam. Az óceán sárkány? Nem. Az, hogy mindenbe beleharap ez a troll. Ja, hogy minden, így van. Eddig így nem van. Volt olyan, nem tudom, szituáció, ami valami lett volna, és ne harapott volna bele. Igen. Jó, most felbíven itt kicsit. De beleharapott volna, tényleg. Tehát, egyszerűen olyan falánk, és... Hát, mint te néha. Mint én? Hát, hogy így éhes ez a troll. Hát, ez így van. Így van. De az étkezés ez egy nagyon fontos része a napnak, úgy van. Vagy mondanám azt, hogy a nap egy nagyon fontos része az étkezésnek is. Tehát, hogy mindegy. Azt látjuk amúgy a kezdeti megállapítás, amit te is tettél még a tiltás és választási fázis követően, hogy a mágikus sebzés mennyire dominálna az H2K oldaláról, hogy minden egyes frontvonalon lévő ember ügyel erre. Senkax az konkrétan hát egyedül Nuclear-től kell, hogy Isten igazából féljen. Igen. Csizmája is mágikus ellenállást ad. Ott van egy kísértett kámzsa rajta, ott van egy sisak is rajta. Ami igazából sokak ellen jó, és még Odoamnénak a Stukker ellen is tökéletes. Azért az H2K-é jobb, közben egy pauz. Megállt a játék. No, de ki az, aki megállította a játékot? Egyelőre az... ahogy látom, Jankosszal beszélnek. Vedd le! Vedd le! Fordítsd föl! Figyelj, kevesebb a farmon, mint az ellenfélnek. Ez így nem jó. Igen. Hát ez tényleg szívás. Igen. Egyébként olyan, hogy mozgott a keze, olyan, mintha az egér nem működne jó. Mármint, hogy közben mozgatta az egeret. Egyelőre jó. Ja, és akkor most még kérek egy hambit meg mellé egy korlát. Azt néztem, jó? Hogy rokettes egere van az Istenki. Ja, hát ugye, hogy nem a csapat a lényeg. Jó, jogos, hanem a győzelem. A győzelem. Jánkoszos egere van. Hoppá, az üres. Az elfogyott. Mondtam én, hogy kellett. Ebbe van. Akkor víz. Ebbe van. Így van. Még egykor gyorsan. Még na, egy. Még egy. Pontosan. Meg még egy. Hát figyelj, igazából csak cosplayezi a karakterét Gragasszával, ja, az is mindig kell. Iszik. Így ennyi. Van, így, de... van. Így van, csak cosplayezek, szoktam mondani, így van. Viszont... Jan cosplayezek. Ja. Boom, Jan cosplay, így van. Nagyon érdekes. Egyébként azt adnám, tehát, hogy beöltözök Jan cosplay. Érdekes lenne, azért ott nem csak beöltözni kéne Jan cosplayba. Hanem hozni a stílust is. A stílust is, igen, meg a testalkatot. Nem tudok megnőni.
Jó, hát most ugye a cosplay, ez egyszerre vágom a szakállam, hát most volt nekem már olyan, hogy tiszta csupasz volt az arcom, el is kérték a személyemet minden boltba, meg minden helyen, tehát így nem hitték el, hogy 18 vagyok. Kár, hogy ez már régen volt. Mármint, hogy 18 lettem volna. No. Igen. Amint van információnk, szerintem egérhiba, de semmi, még semmi. Szomorúan nézett Livius ki a gép mögül, de tényleg ilyen nagyon szomorú. Minden esetre ilyen? Már nem mindig, hogy ilyen puszit küldött volna. Igazából nem küldött puszit, csak csinált egy ilyet, de hogy olyan volt, mint hogy egy küldene egy puszit a kamerának. Na, buci, ezt most már legalább tudjuk, hogy Febiven az megmelengeti a szívedet. A közönség már tapsol. Ez jó. Lehet, hogy neked megköszönték, buci, hogy ez tetszett ez a Febivenes történet. Megy vissza Jánkoszhoz jelen pillanatban a mod. Ami biztos... A mod. Ami biztos, hogy... Jelen pillanatban amúgy a mostani mérkőzésen az H2K ez meglehetősen hát nagyobb fába vágta a fejszét, mint az előbb. Tehát a Splice-ot letakarította az idézők szurdokából az előbb. Most viszont ez nem így történik. Van ellenválasz a Splice-tól, és ugyanaz H2K-nek a játék későbbi szakasza nagyon kedvezhet a Caitlyn miatt, de valljuk be őszintén, hogy Kog'Maw is tud lenni egy hitelkerri, hogyha megúszta a kezdeti csapatküzdelmek során a fókuszt. És ki megy bele Kog'Maw arcába? Tehát nekem ez a nagyobb problémám most az H2K kompjával, hogy így ki fog oda menni és Kog'Maw-t zaklatni? Mert egyrészt ott van a Maokai, aki azt mondja, hogy cicák, és senki nem jön oda. Másrészt ott van egy Braum, aki szintén be tud állni elé egy pajzsal, és tudja lassítani az embereket. Ott van még egy Wunder, aki bemehet ténylegesen a hátsó sorba, akár Caitlynért, tehát nekik megvan a lehetőségük, hogy becsúszkáljanak a vonalak mögé, főleg, hogy még egy Senkax is tudja őt védeni egy jó hősi belépővel. Szóval nekem most a Splice-nak a csapatfelállása sokkal jobban tetszik, és egyelőre jobban is tudják kihasználni, és azt kell mondjam, hogy szerintem, hogyha ez a három tank kifejlődik, sőt, majd, hogy nem négy, mert azért Kledből is látjuk, hogy tud, ám egy Kled nagyon tankos lenni. Bármennyire is ilyen... Főleg egy ilyen beépített tankossága is van, hogy ugye abszolút. Két élete effektíve, hogyha úgy nézzük. Hát ő sokáig énekelte a két életem volna. Az abban, lett is neki végül. És eléggé sokszor. Szóval az H2K részéről azért nagyon fontos, hogy meddig tudja életben tartani Nuklírt, hiszen ez a Caitlyn az nagyon fontos szerepet kaphat. És ugye Chainnek megvan az a dolga, hogy akkor a beérkező tankot próbálja meg valamilyen szinten tankosítatlanítani, elvenni a tankosságát. Értem, jó. És ettől függetlenül, igen, már láttam, hogy próbáld összetenni ezt a szót. Nem csak azt gondolom, hogy tanktalanítani? Vagy... Tanktalanítani, igen, az se rossz. Szóval, hogy nehéz lesz Nuklírt úgy megvédeni, hogy közben még tudjon normálisan a támadásra is fókuszálni az H2K. Hát, hogyha azt nézzük, akkor Orianna tudja egy pajzsal védeni, de közben az is fontos lenne, hogy Orianna támadjon is Febiven kezében. Oda lenni Rambo-jével... Játékmenettel történt valami. Hát valami bug volt. Így van, amit megoldottak ezek szerint... Hát kis bogár oda mászott, és kirágta, nem tudom, a kábelt a gépből. No de... Szóval az a baj, hogy ki az, aki védeni fogja majd Nuklírt. Chainnek kell menni be előre, hogy valaki tudja, ahogy te is mondtad, tanktalanítson. Oda lennének sebeznie kéne méghozzá, Stukker után viszonylag közelről. Tehát őnek is menni kéne befele. És akkor majd Jankos védi. Akiről azt beszéltek, hogy az egyetlen igazán normális kezdeményező. Aki tud. De persze lehet a Stukkerral is zónázni meg hasonlók, de... De az nem kezdeményezés. Igen, az nem feltétlenül kezdeményezés. Vagy nem úgy kezdeményezés. Igen. Ezért ugye egy jó irányba lerakott Stukkerbe vannak fantázia lehetőségek, hiszen lassít is, és ezt le lehet követni, de na! De nem na. Egyszerű a dolga! Az H2K-nek jön, Robika és a cicák! A hírnök és a cicák be is ragadt közben, Jánkosz, a robbanékony hordó a hírnököt találja el, az pedig a toronyra válaszol cserébe, viszont ebből csak egy nagy löket lett, egy csapdát még meg is ezik, Senkax villannia kell, Mikinek pedig visszaugrania. Na hát ez a csapda volt a netces Senkax-tól. Jól lekövették. Miki jó helyre villa még a Stukker elől. Megúszhatja, megy utána Chey,
torony van fölül, így nem fogják lekövetni Mikit. De az H2K valahogy ezt nem csak hogy kibekkelte, hanem még jól is jött ki belőle. Két villanást is kihúzott, hoppá. Megúszta végül Miki. Szenkek... Lesz Mikulásod, gyerekek, lesz karácsony. Ugye Szenkex azzal, hogy belépett egy csapdába, már jóformán eljátszott az összes lehetőséget, ezt te is mondtad ugye, hogy nincsen túlságosan sok fizikai ellenállása. Valószínűleg egyébként abból a ragyogásból egy jégkesztyűt fog építeni. Nagy-nagy valószínűleg szerint az jó lehet egyébként nuklírre. Majd, amint elkészül ez a tárgy. Na meglepő lenne mondjuk egy háromság hatalma. Az nagyon... De nem, inkább egy jégkesztyűt várnék pontosan attól. Érezte egyébként, hogy azért nuklír 2 tárgyas két lényében már van sebzés, van lehetőség, még ha nem is brutálisan sok. Amit nagyon jól tud most az H2K, az nem más, mint a takarítás. 3 darab lencséjük van. Uh-huh. Szemben Szenkákszol, aki még inkább őrszemeket pakol le a talizmányából. Szerencséje van Mikinek, hogy volt pajzsa, így nem kapott igazán sok sebzést a... Hát fontos lesz, Miki azért a pajzsával sok lövésnek... Hát állhat útjába. Így van. Tényleg azért már a halálpontos fejlövések is egyre többet és többet fognak sebezni. De a Splice elveszítette az irányítási lehetőséget, jó az a hármas csapda folyamatosan Clear-től. Végig ki lehessen zónázni azt a területet, és végül a rálátásért való küzdelmet egyértelműen az H2K nyeri, hiszen tornyot is hoz a makró játékából, valamint beszorította teljesen a Splice-ot. Nézd meg, Febiverre nem lehet rámenni, mert nem látnak semmit a környéken a Splice-osok, nem tudják, hogy nincsen véletlenül mindenki ott a bokorban, nál a toronynál. Nagyon szép játék az H2K-től. Ez kész, ez konkrét. És ezért az előnyért, illetve ezért a játékért van, azt mondom, hogy bőven esélye az H2K-nek. Míg ugye csapatkompozícióból talán átbeszéltük azt, hogy a Splice-nak nagyobb lehetőségei, vagy több lehetőségei lehetnének. De ettől függetlenül az, hogy az H2K tud folyamatosan vezetni, ők tudják tartani a pályán a kontrollt, náluk van a térképre való rálátás nagy része. Ezért bármennyire is szép a Splice-nak a kompozíciója, ha nem tudnak megfelelő rálátás hiányában jól kezdeményezni, akkor egyszerűen az H2K sebzés fölénye érvényesülhet. Jankosz azonnal kezdeményez Kobira, aki viszont visszavillan a ősies belépő még mellé. Megjött viszont Wunder! Jó, Udamnétől, aki a vonalak mögé jött. Ez fájdalmas lesz, a cicák még le fogják Udamné, de jó a vízvonzás hullám is. Most lelökték Skarlor Wundert, de akinek viszont így van egy kis területi sebzése is. Azt hiszed, Szenkáksz, hogy ebből lesz valami. Sajnos nem Udamnét megvédi a gömb is. Miki pedig még itt tartja a frontot, de sajnálatos módon a Splice kettős teleport előnyös mindenféle taktikája. Semmi nem volt ahhoz képest, ami Odoanne egy érkezése. Egy teleporttal megoldotta jóformán az egész csapatharcot. Kobit olyan szépen kivette, ugye már nem volt villanás a Kogmónak, mert ráérkezett a kezdeményezést. Odoanne tökéletesen használta ki Rumble-ben rejlő sebzést, illetve, hogy te is mondtad, a teleportot. Olyaj, Mikit így be lehetett nagyon szépen fogni, ráadásul Treasure is találta kicsi a rakás. Megjött közben Wunder, neki nincsen előre végső képessége. De azért még kóstolgatja a többieket. Nézd meg, milyen szép sebzést kapott nagyon szépen Nuklirtől. Jó van, Baront megakarázta viszont a Splice, ez jó? 3 emberrel igen, ez mindenképpen egy szép játék tőlük. Onnantól kezdve, hogy Kogmo meghalt, jóformán lőttek ennek az egész csapat küzdelemnek. Egyedül megy ki! Egy Kogmo! Semmi esélye! Robbanékony hordó bedobja, majd utána jöhet a villanás, viszont ott a teleportot már nem tudja Miki sehogy sem megakadályozni. Meghal Kobi, és nincs sebzés. Wunder ugyan még sebez, de az már bőven kevés. Szóval egyszerűen jó, nagyon kevés életerő maradtak Odoamné, saját pajzsa valami hihetetlen jó időben érkezett. Most viszont a Stukkerrel védi saját magát, jó, még a Durant pajzsa is fel lehetett ütni Odoamnét, meg kell halnia annak a Rumble-nek, és elmenekül Wunder is, valamint Szenkák szintén toronyra nem mozdulnak ki. Ez a jó Stukker használat miatt van.
egy kis proxy farmot azért megengedhet magának Wunder. És egyelőre, ahogy te is mondod, a kettős teleportnak az előnyét még nem láttuk kihasználva. Nem. A Splice oldaláról viszont Ginzo tüphenkéjét fogunk vásárolni majd, Kobi. Hihetetlenül dühös lett ez a srác. Kogma is. És amikor Kogma dühös, akkor így hányja magából a taknyot. El is készült természetesen ez a kis tár. Illetve, hogyha jól láttam, abból a nullvarás köpönyekből... Saját övet vennél inkább Kogmóra, hogy ha esetlegesen Jankosz vagy bárki betalál, de az a baj, szerintem nincs értelme saját övet csak egy Jankoszra venni. Vagy inkább egy közben kezdeményez Wunder, jön nagyon szépen a ősérs belépő három emberre. Nuklir így viszont meghal, megint egy lövész esett ki elsőnek, most érkezett meg még csak odaadni, akinek pedig a Stukkere még nem megy. A vonzás hullám nagyon rossz erre ment ki, a kettős gyilkosságon Mark Hobby. És így meg lehet akár a középső ösvényes toron is, odaadninek viszont vissza fog jönni a Stukkere hamarosan. Amivel vigyázni kell, egy torony megvan, baronnasor próbálkozás. Nagyon bátor lenne, hiszen él az ellenfél dzsungelese. Valamint egy fő csebzés hordozója is nyerte csapat küzemet a Splice. Nem is ment ki a vonzás, hanem az volt a legrosszabb, hogy időben azelőtt meghalt Febivel, hogy kiment volna maga az egész dolog. Az első kezdeményezés nem kell, de pont ezt beszéltük, hogy több lépcsős a kezdeményezése a Splice-nak. Megjön Wunder, amire jöhetnek a cicák innentől kezdve. Az érkező hősies belépő három ember tud feldobni. És a felbőszítés is tökéletes Senkextól, a feldobás pedig Febibenre jó. Nem lett volna rossz Wunderre és Kobira a sebzés. Aha. Főleg, hogy Kobit még a torony is lőtte. Tehát, hogyha egy másodperccel tovább marad életben Febiben, akkor valószínűleg a vonzás hullámmal gyilkosságot hozzál. Vagy az biztos, hogy nem 2600 sebzést osztott volna ki. Hanem 3000. Hanem 3-4000. Az viszont jól mutatja már is, hogy Febivel mennyire jól tudja kihasználni a csapat küzdelemben a pozícióját. Egyedül végső képesség nélkül ennyi sebzést kiosztani, ehhez kell is az ő tárgy építkezése. Hát varázslatot is maxolása történik. Teljes mértékben. Kimaxolta a varázslatot. Abszolút, igen. Ami varázslatot ad, azt így szevasz. Ezt te megvásárolta. És ugye ez szokott működni Rumble-on is, és ez kell is, mert hogy mindenki vásárolja a varázs ellenállást a másik csapatból. Tehát muszáj mindenkinek varázs átütést vásárolnia. Igen. Kutya kötelessége. Ami viszont még nagyon szép, hogy az Éjszuké csak egy sárkányt hozott ezen a mérkőzésen. Hoppá, egy jó kis zónázás. Jöhet Tresi a végső képességén, még nem használta el, viszont nagyon szépen rámen Nuklirre. Nuklir a fókuszban. Így van, érkezik a teleport. Most jött meg még csak odaamni. A Stukkere nem rossz, de még kettős frontvonal van, kérem szépen. Túléli végül mindenki a csatát. Előre, mondja ezt, nagyon szépen Kled és fut mellette Senkax, és Wunder még így sem tudja eltalálni Odoamnét, akinek volt egy lassító rakétája, és a baronnal sorra fordul, azért Stukinaná, teleportja van Wundernek? Nincs. De Senkaxnak igen, tehát illetve ultia is volt, tehát az odaérkező Miki egyébként bőven meg tudta volna fogni legalább addig a sebzést, amíg megjön Senkax az ultival. Nem rossz elképzelés az A2K-től, de eléggé kockázatos hívás lett volna. Ugye Odoamné se tudott volna a teljesen kikergetett Rumble jönni. Viszont szép eddig a védekezéseket teszik a talajnál. Olyan, Senkax így viszont bent ragadhat. Febivenek van még vonzás hullama. Hulla fáról alávéje. Majd szeptember-október környékén, amikor majd a világbajnokság kezdődik. Illetve zajlik. És Jankosz is, illetve Cső is nem csak azért vett lovagi esküt, mert ezzel tudja már majd védeni Febivent, illetve Nuklirt, hanem egyébként a kis bónusz páncél miatt. Az nem rossz! Nem rossz, egyáltalán nem rossz. Azt kell mondjam. Sőt, amúgy általánosságban... Igen, utolsó esélytre gondoltam, mikor kérdeztem, hogy mit fog építeni Kobi, hogy ez inkább egy jó választás. Így van, ez is még amúgy egy picikét, hát egy jó pofa tárgy. Kobinak már olyan támadási sebességgel rendelkezik, amire neki igenis szüksége van. Szüksége is lesz, és ugye ebben a tárgyban is van varázs ellenállás, tehát hogy
valahol még ez is segíti a csapat kompozícióval szemben. Így van, így van. Valami konkrét védelmet azért kell majd vásárolni a hamarosan magának, mert lövészhez képest azért mindig is Kogmau túlságosan sebezhető volt. De lehet, hogy a csapata egyszerűen megoldja neki a védelmet. Igen, én is az kéne. Tehát, hogy szerintem luxus lenne erre sejemövezni. Egy ilyen kockázatás. Hát a sejemöve az mindenképpen. Jaj. Mert a Vecenkák ebből egy végső képesség kiprovokálás lehet maximum. Hiszen meghalni talán nem fog. Kled az alsó ösvényen, nem, inkább középen marad. Ráadásul látták, nagyon szép az őrszemhálózat az éjstukétől. Mindig mindenhol van még egy plusz extra kis rálátni való. Ezt mondta Baron Nashor. Igen, már valami hasonló. Na, mennének Wunderre. Egyelőre a középső ösvényen nagyon-nagyon nagy agyjáték, illetve ilyen taktikai csata megy. Kicsit előre, kicsit hátra. Kicsit kiörszemezünk, kicsit nem örszemezünk ki. Takarítás, provokálás, meghúzni a paszt, vagy nem jó a Stucker. Folyamatosan benne áll Wunder is, aki már le is esett. Skálor Wunder villanásra kényszerült. Szenkák ugyanúgy menekül Kobi mellé. Nagyon jó robbanékony hordó, így viszont meg fog halni Wunder. A Splice elszámolta magát. Ott van még egy jégpiramis, beragadt Szenkák. Hiába Duran pajzsa is, ő most meghal. Szerbusz Maxlor. A Misfits már örül, persze, üssétek le a baront, azt legyen vége, hagyjátszunk már. Hát addig Po elalszik, tehát hogy így... Így van, miközben Trashy még mondanánk, hogy van esélye egy baronnasor lopásra, de az esély ide kevés. Meghal a baronnasor, az éjstuké pedig hatalmas előre tehet szert. Akár a győzelemre is ennek köszönhetően. Abszolút. Nézzük is a visszajátszást, mi is történt. Nézd meg ilyenkor, az honnan fog jönni. Abszolút nem számít majd Wunderre. Ő kezdeményez. Odaannél a Csej pedig jön és próbálja fogni az első sort. A cicák nem elégek, viszont nézd meg, mennyi sebzés van Caitlynben. Folyamatosan tudja a sebzést kiosztani. Mi Kobi semmit nem csinál. Ő neki el kellett menekülnie. Naha. 190 a 3500-zel szembe. Tessék! Ennyi, nagyon szép játék volt. A Splice úgy gondolom, hogy pont a rálátás hiányának köszönhetően belement egy olyan csapat küzdelembe, amiből megint az éjstuké jött ki. És nagyon sok ilyen csapat küzdelmet látunk manapság, hogyha jön egy kezdeményezés az egyik oldalról, és nem feltétlenül vagy tisztában azzal, hogy ő ki ott balra lent, ő Reckless volt. Szóval, meg Jessis, így van, illetve az analiz kolléga, illetve Broxa az edző, na meg mindenki más. Illetve Broxa, aaaah, cita! Trashy kezdeményezés, pontosan robbanékony hordó már kiment, Wunder megjött, neki a célpontja, jó oldás hullám. Nuklir a célpont, Febi már még él, Nuklir most meghal, de Trashy már szintén egyelőre egy. Faforgáccsal egyenlő, miközben a medve csapda talál Jankosra. Kobi mehet előre folyamatosan, Febivel még teljes életerőn, neki viszont nincsen már vonzás hullám, a Jankos életereje elfogy. Kobi megy még tovább, elhasználja ugyan a letaszított kerek karját, de végül Miki az, aki meghal. Wunder szintén, Kobinak nincs manája, az H2K ezt a csapat küzdelmet végül le fogja hozni. És tudod, mit hoz még le? A meccset! Hármas gyilkosság Febivennek. Kobit az életről, aki végig próbált kezdeni, próbált itt segíteni, meg minden kutya füle, de hát ez az H2K-nek legalább egy inhibitort fog jelenteni. Hát Baron Nashorral még akár az érkező minionokat be lehet tolni a torony alá, mármint a Nexus torony alá. Trashy él, a következő élő személy nem lesz más, mint Miki. Egy inhibitor megvan, alsó ösvényen lehetne fordulni még a kettőszínű toronyra. No, de nézzük a visszajátszást és a kezdeményezést. Trashy fog oldalról kvázi flankelni azzal a cica hullámmal, majd két oldalról próbálják valahogy összezárni az H2K-t. De jön a teleport, a feldobás pedig nem jó. Senkax-tól nem érkezett a hősies belépő. Megvan a gyilkosság, de már egyel kevesebb tankja van a Splice-nak, míg ugye se Febivenen, se Odoannél nincsen túlságosan nagy fókusz. Odoann, hogy mennyit sebez majd, az nagyon szép ezt megnézni. Hopp, itt kiugrik, gyorsan míg itt meg lehet ölni pajzs alatt.
Wunder pedig köszönhetően Csé tökéletes jég piramisának beragad, nem csak hogy Wunder, hanem Senkax is, akinek még szép volt a három emberes felbőszítése, de bőven kevés volt. A passzív Kogmo robbanás pedig még gyilkosságot sem okozott. És tök szép az az 5000-es sebzés Kobitól, de nézd meg, amit te is kiemeltél, Odoamné, illetve Febiven. A semmi két mágikus ellenállással rendelkező ember, akiket ráadásul folyamatosan próbálnak az ellenállással le is győzni a Splice-osok, fölkészülni rá, hát szétcsomagolta, szana szétszette a Splice-on. Csű, az már sebzés. Láttad ezt a pirosban mekkora fejlövést tolt? Van egyáltalán feje? Lövése sincs róla. Semmi, pedig jó lesz a Munduklírnek, ő ezt fogja tudni használni. Abszolút, neki van értelme, neki is nagyon sok értelme van Sejemövet vásárolnia. Hol vagy, Wunder? Középsősvényen. Középsősvényen így van, de közben a csapatának a bázisa dől, a csapdák lepakolva. Valaki... Tud jönni teleporttal egyébként. Persze, tud jönni, csak nem feltétlenül a legjobb helyre. Sőt, egészen konkrétan nem a legjobb helyre. Nuklír és Febiben nem lett lekötözve. Ez csak egy próbálkozás, de a cicabusz már nem jár innentől kezdve. És nézd meg, nem nagyon tudnak oldalról sem jönni a Splice-osok, anélkül, hogy észrevennék őket. Wunder megjött. Kérdezett, hol volt. Hát ideje volt, ez volt a szarkasztikus hívó szavam. Nagyon szomorú amúgy, hogy Kobi például a végső képességét nagyon sokszor kell, hogy használja. Ami ugye egyre több és több manába kerül. Ahhoz, hogy egyáltalán sebezzen valamit. Igen, neki valahol le kéne állítani a talpaságot és onnan széthányja mindenkit. Igen. Az lehetne a megoldás. De... egyszerűen... Nem tudja időben megvédeni a Splice Kobit. Ugye mindig ez a nagy baj a Kogmo, vagy meg kell bizony védeni. Tök jó, hogy ő volt az utolsó, aki életbe ment az előző csapatharcba, csak sebezni nem tudott olyan túlságosan sokat. Illetve... Hát sokat Wunderbe... sebzett, csak hát igen, nem eleget, meg nem azokra, meg nem úgy, szóval... Nézd meg, Rabadon halásítjak, Odoamnél, illetve Febibennél is már elkészült. Brutális. Zekét pedig Csé vásárolt, az új Zekét. Fölöltözött Rajosan, de Rajosan, ha már ilyen jó kis hőskinézetet hozott magának. Hát így van. Milyen jó kis hőskinézetet hozott már magának. Plusz gyógyítás pedig Mikinél van, mármint megváltás tekintetében. Mm-hmm. És próbálják a Splice-os srácok vásárolni az életedrő, varázs ellenállás és a többi kombinációkat, na most már van ezért egy bónusz pajzs a Kobinak is, vett egy átoknyelőt. Így van, meg Trashinek is nagyon jó lesz az Iron Solaric medálja. Abszolút van ott életerő, rendesen. Viszont az H2K már 2 inhibitort elpusztított, a Baron a sorjon 27 másodperc múlva. És 5000-es Baron Power Play-ok összef fölött volt. Az egyáltalán jó, nem rossz. Az nagyon jónak számít. Nézzük meg, Nuklír abszolút tudja a tornyokat pusztítani, ha nem figyel oda rendesen. Cica. Olyan, és jön az előre is, de mindent látott az H2K. Odoamnira ugrott rá végül Wunder, le lehetett kötni a két tankot, előre megy végül Trash is, jó lehet az a hötjet belépő! Viszont levédték sajnos a srácok, meghal végül Trash, Nuklír és Febiven pedig hozza a szelsebzést, Wunder is meghal, Febi baba bemegy, vonzásuláma már nincsen, Mikinek pedig leégett a szakálla, Senkax a vízköpő, halány elő, miközben az H2K megy előre szépen a Super Minionokkal. Ez azért csak egy 41 percig eltartó mérkőzés, de ettől függetlenül az H2K megismétli a tavaszi, bocsánat, a nyári évad első mérkőzését, és végül 2-0-ázza a Splice-ot, azt a Splice-ot, akiben szerintem ennél jóval több van, de az H2K-jel ettől még ma nem bírtak. És azt gondolom, hogy ez a második mérkőzés volt az igazán mérvadó mérkőzés, tehát talán az lett volna szerencsés, hogyha mindkét meccsünk ennyire úgymond szoros, vagy legalábbis elhúzódik. Reálisabb lett volna. Sokkal reálisabb lett volna, az első meccs az nagyon-nagyon elúszott, maradjunk annyiban a Splice-nak, mondjuk most akkor nem kígyók, hanem siklók. Vízi siklók.
Elúszott ez a remény, de ettől függetlenül azért még van pár meccs hátra. Valószínűleg a harmadik hely meg lesz, vagy meg lehet. Meg persze. És így azért bejutnak majd a rájátszásba. Csak hát itt nem az a cél. Tehát itt azért az első hely még igenis valahogy össze kéne nekik hozni, és még mindig van matematikai eső, két mérkőzésük nekik is van legalább. Hát hiszen 10-7. Így van, de a matematika sokat jelent. Úgyhogy még meglátjuk, hogy a Splice lesz végül az első. De az biztos, hogy ezen a héten most az H2K erősebb volt. Tehát az első mérkőzésen az a fajta dominancia, amit mutatott az H2K a Splice-szal szemben, az letaglózó a sikeredet. Még ugyanezt kell elmondani, hogy tehát a második mérkőzésen nem is azt mondanám, hogy a dominancia volt jó az H2K részéről. Az egész játék, tehát konkrétan úgy volt jó az egész csapatjáték az H2K részéről, hogy kihasználtak valamilyen szinten azt, hogy sokkal jobbak makrójátékban. Ezt most már ki lehet mondani. Makrójátékban is jobbak voltak, illetve nagyon ügyesen használták ki azt a lehetőséget, ugye az előbb beszéltünk róla, illetve beszéltünk sokat arról, hogy nagyon nehezen tudnak kezdeményezni. Amikor viszont kezdeményeztek, akkor hibátlanul szinte mindig kikapták Kobit, és az kulcsfontosságú, illetve amikor meg nem kezdeményeztek, akkor se kellett, tehát akkor is jók voltak, mert akkor meg a Splice-nak ugye annyi kezdeményezés volt, hogy általában ők húzták meg a ravaszt, és csak reagálniuk kellett. Ennyi, és ez volt úgymond szerencsés az H2K-nek, hogy a reakció idejük, illetve a reagálásuk, az mindenképpen egy sokkal erőteljesebb csapatot mutatott, tehát a Splice-nak a hátrány miatt, és megint hátrányban kezdtek, a Splice megint addig volt jó, ameddig nem volt akkora aranykülönbség, nem volt akkora hátránya az H2K-hez szemben. Akkor volt értelme a kezdeményezéseknek, meg is voltak a gyilkosságok, egy-egy csapat küzdelem, amit megnyertek. Amint viszont hátrányba kerültek, baronnasort elhoztak, a tornyokat elhoztak, jobban tudtak örszemezni az H2K-esek. Úgy megint az történt, hogy az H2K kivárhatta azt, hogy a Splice kezdeményezzen, nem lesz elég sebzés a Splice-ban, mert kihozza a sebzést a Splice-ból. Kobi. Wunder a játék késő szakaszára inkább tank lesz, mint sebző, mármint Kleddel. Persze ott volt Starak ott meg utoljára, hogy még egy kis sebzése legyen, de az bőven kevés. Tehát igazából Kobin volt a reflektorfény, hogy babám, mi lekészítjük neked a gyilagosságot, csak hozd el, sebezd ki magadból. És egyszerűen nem tudta ezt megtenni. Nem. Nagyon sokszor tényleg, ahogy te is mondtad, az ultival kellett hátulról lövöldöznie. És egyszerűen az, hogy kezdeményezett a Splice, amire reagálási lehetősége bőven volt az H2K-nek, mert a kezdeményezésre tökéletesen lehet amúgy úgy érkezni, hogy ott van egy Trand, ott van egy Gragas, aki alapvetően a bejövő embereket kábítja, pozícionálja a jégoszloppal. Itt közben amúgy látjuk az egész szituációt, ugye erről beszéltünk is, amikor ez élőben volt, hogy Wunder és Senkax mennyi mindent használt föl, csak azért, hogy eltegye lába alól Rumble-t, akinek ugyan végső képessége nem lesz, itt a következő csapatküzdelem miatt lesz egy fontos, ami itt van, ami ugye most jön, ezután, itt már Rumble már él, gyalogol visszafelé, és ez talán ez a nyertes csapatküzdelme a Splice-nak, az egyetlen nyertes csapatküzdelme, ahol végre tudtak normálisan fókuszálni Febiven és Nuklir az első két halott a Splice-nál. És Odoamné érkezése már csak azt jelentette, hogy legalább a baronnál hozzák el és egyebek, tehát hogy egy biztosíték volt. Na most, hogyha Odoamné itt van ebben a csapatharcban, akkor lehet, hogy a Splice-esek ezt is elvesztik. Egyszerűen három embert nem tudtak kifókuszálni úgy, hogy meg is öljék. Tehát a lehetőség megvolt abban, hogy három emberre forduljon a három tank, és megpróbálja valahogy ki, vagy két tank és két és fél tank, és megpróbálja valahogy kizárni a csatából, de akkor nagyon nagy valószínűsége meghal az egyik tank, tehát akkor már felszabadul egy bónusz sebzés hordozó. A másik oldalról igazából az H2K-nek, amint reagálnia kellett egy-egy kezdeményezésre, annyi volt csak a feladata, hogy ott van Kobi, fogjuk meg azt a Kogmót, öljük meg, és nyertünk. Mert sem Maokai-ban nem lesz sebzés, sem Senkex-ban nem lesz annyi sebzés, játék elején persze lett, vagy volt. De ez már megint ugye egy olyan küzdelem. Odoamnéra megy a buli. Febiben is Nuklir, nézd meg mennyit. Nézd meg, ott Nuklir mindenkire rálőtt egyet. És Kobi ki van zónázva, ugye ez a csapatküzdelem, ahol akkora kört megy Csórikám,
Ez a 190 sebzéses csapat küzdelem. Így van. Volt. És itt ugye itt milyen maradt már csak a Splice-nak, amikor Kobe ment egy nagy kör, tömegirányító képessége maximum, sebzés sehol, és Kobe itt is köpköd, de nézd meg, kire tud ő normálisan köpködni? Senkire, hát nem tud normális célpontra rámenni, itt még meg is hal nuklír, de megnyeri ezt a harcot az H2K, mert már két ember kevés életerőn van. És ez gyönyörű volt itt Jankosztól, ez a body block, ha lehet ezt így mondani, Sengax ment volna előre, de hát ráugrott igazából Jankosz, és kettő darab, sőt, összességében három darab nagyon fontos jégoszlop volt Chase-től, ugye ez volt a második, és akkor még itt fogja megállítani Kobe-t, villanással még hozzá, de az első jégoszlopa volt rettentően fontos, ugyanis Kobe ezért nem tudott bemenni a csapatharcba, mert egyszerűen a jégoszlopa elzárta a beérkezését annak a Kogmónak, tehát mit tud csinálni Kog? Lőni hátulról az ultiát, de egyéb más képességet kihasználni megint csak nem tudott, szóval nagyon-nagyon szépen játszotta meg ezt az éstükei, közben pedig ugye régi csapattársaival találkozhatott ott Febivel, a készülő Fnaticre. Ugyanis a következő mérkőzés nem lesz más, mint Fnatic Misfits. Így van, az A csoport két nagy ágyúja csap össze egymással. Vajon a Misfits meg tudja állítani végre a Fnaticnek alapvetően az előrehaladását? Hamarosan kiderül, 10 perces szünettel érkezünk, majd jövünk vissza a következő szériával.